Üdvözlök mindenkit! A mai videóban ezt a képen látható Piko Expert első osztályú német kocsit fogjuk megnézni egy picit közelebbről. Ezt a kocsit a Liszt Ferenc Eurocitybe szántam, elég sok másodosztályi kocsim már van, az első osztály még hiányzott, és gondoltam, kipróbálom a Pikót, hiszen nagyon jó tapasztalataim voltak a lengyel kocsikkal kapcsolatban is. Bontsuk is ki a modellt, és nézzük meg közelebbről. Ígyni. Hát, meg kell mondjam, ismét nem csalódtam a gyártóban. Egy nagyon szép, nagyon jól kidolgozott kocsit kaptunk. Kocsi mellett találhatunk még egy ilyen kis zacskót, ebben 4 darab nyitott állapotú lépcső található, illetve van nekünk egy ilyen kis szép leírásunk arról, hogy lehet szétszedni a járművet, hogyha szeretnénk bele világítást beépíteni, illetve hogy lehet a lépcsőket kicserélni. Maga a kocsi alapvetően hozza azt a minőséget, amit már láttam a lengyel kocsiknál is. Nagyon szépen kidolgozott forma, apró kis részletek, itt is az ablakokra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt nagyon, nagyon ügyesen, nagyon jól megoldotta a gyártó, hogy szép minőségű kis filigrán ablakkereteket készített a kocsira. A kocsi végeken is látjuk, hogy az ajtók is szépen kidolgozottak, minden kis alkatrész nagyon vékonyra, nagyon kis finomra sikerült. Kocsi teteje is ugye viszonylag egyszerű, egy ilyen egyetlen egy darab ilyen kis szellőző van rajta, viszont kidolgozta a gyártó ezeket a kis keresztbordákat is. A kocsi vége is egész jól néz ki, itt is végzárlámpák, kis gumihurka. Hát annyi, hogy ez a lejáró ez nem hajtható le, ez egybe van fröccsöntve ezzel a kis gumihurkával. A kapcsolót már kicseréltem rokórövid kapcsolóra, illetve hát az ütközők is fixek, tehát ugye sok mai modellen látjuk, hogy ezek ilyen rugósak, itt ezen a Pikón ez fixre sikerült. Megnézzük, ugye ez egy szoknyás kocsi, tehát itt oldalt végig itt található ez a szoknya, és csak pár dolog látszódik így ki alul ebből. Ennek ellenére a gyártó, ahogy nézem, nagyon ügyelt erre a részletre is, és nagyon sok mindent kidolgozott itt. Ugye ez egy ilyen nice to have dolog, legalábbis nekem. Nem nagyon szoktam alulról nézegetni, főleg a szoknyás kocsikat, viszont üdítő látni azt, hogy azért itt rendesen ki vannak dolgozva a különböző kis berendezések, ugye klíma, szellőztetés, légtartályok, illetve látszik itt az is, hogy megpróbálták ugye leimitálni a kis vezetékeket is, ahogy így futnak a kocsi alatt, ugye a légvezetékek, elektromos vezetékek, ez mind egész szépen ki lett dolgozva, és hát oldalról ugye a nagy részük az nem látszódik, de hogyha fölemeljük a kocsit, akkor ezek akkor így itt vannak. A kinematika az szokásos rövid kapcsolós, nagyon könnyen jár, nem akad sehol, nem akad össze a forgóvázzal, még kis íveken is nagyon könnyen elfordul vele a kocsi, egyenesben pedig szépen összetartja a szerelvényt. Forgóváz is szerintem nagyon jól sikerült, ez egy minden Deutz típusú, valami 400-as széria, hogyha jól néztem, de egy szépen kidolgozott forgóvázzal van dolgunk. Hát itt nincsenek rajta tamponálva feliratok, ezek lemaradtak róla, viszont ahogy látom, a gyártó szépen megoldotta a feladatot. Érdekesség, hogy itt igazándiból ugye itt van egy ilyen kis kigyózás gátló, ez is külön alkatrészként van felszerelve a forgóvázra. Nagyon éles, nagyon kontúros maga az egész, és tényleg azért itt látni, hogy minden kis részlet a helyén van. A kerekek nagyon könnyen gurulnak, nagyon könnyen fut a kocsi, ívekbe is. 420 mm-es ívsugárig próbálgattam, minden gond nélkül, akadás nélkül elfut. Nagyon jó minőségű futása van ennek a kocsinak. Térjünk át most a festésre meg a feliratozásra. Továbbra is így abszolút jó azt látni, hogy
hogy egy nagyon jó minőségű, szép festéssel láttál a gyártó a kocsit. Érdemes megnézni, a Picónak vannak ilyen videói, föltett videókat arról, hogy a gyárban hogy festik, hogy tamponozzák a kocsikat. Elég profi munkát végeznek az ottani dolgozók, ahogy így lehet látni ezeken a kis felvételeken. Nem is csodálom, hogy ilyen szép festés, ilyen szép végeredménye lesz. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor majdnem tökéletes minden kontúr, nem lógnak túl a színek, nem túl vastag a festék, nincsenek ilyen extra nagy átfedések, stb. Stb. Rendkívül vékony a festékréteg, az látszik az egész kocsin, mégis tökéletesen fed. Az egész kocsi festve van, tehát még a fehér szín is. Egyébként itt látjuk, hogy maga a műanyag is fehér színű, de a fehéret is ráfújták. Ugye ez azért fontos, hogyha belső világítást szerelünk a kocsiba, akkor ne világítsanak át a világosabb részeken ugye a belsőnek a fényei. Festés után itt látszik, hogy azért a tamponozás se aprózta el a gyártó. Minden felirat nagyon szép és részletgazdag. A makró felvételeken látszik az, hogy itt a kocsinak az iránytáblája is pontosan, gyönyörű szépen olvasható. Alvázon is megvannak a feliratok, sőt itt a szoknyán is szánt rá a gyártó energiát, hogy a kis dolgokat itt helyesen kifesse, tamponálja. Ezek a kis részletek is mind-mind láthatóak itt erre. Pályaszám is, az összes kis felirat, piktogram tényleg hajszálvékony, és olvasható minden, úgyhogy le a kalappal a gyártó előtt. Szerintem nagyon szép munkát végzett ezzel a kocsival. Megnézzük az ablakokat, látszik, hogy sötétített üveg van bennük. Ez egy picit elfedi azt a tényt, hogy a belső berendezés az megint egyszínű, tehát nincs külön lefestve, minden egy ilyen egyfajta, itt alul látszik sárga színű, ilyen kis sötét sárga az egész. Úgyhogy hát ezt a kis kompromisszumot az embernek be kell vállalnia. Egyébként így, ha nincs benne világítás, nincs bekapcsolva a világítás, nem is látszik ez a hiányosság. Ha szerelünk bele világítást, akkor meg érdemes esetleg ecsettel, kis modellfestékkel kidekorálni a belsejét a kocsinak. Mindent összevetve szerintem egy nagyon jó árérték arányú kocsit kaptunk ismét a Picótól. Ugye 20 000 forintba kerül ez a jármű, hogyha megnézzük, mondjuk ennyi pénzért lehet kapni egy ilyen Fugert BY kocsit, belső berendezés, meg normális forgóvázak nélkül, ami ráadásul meg az egész kocsi formailag nem is helyes. Úgyhogy ha ezt nézzük, akkor nagyon-nagyon ott van ez a német gyártó. Nem véletlenül mondják egyre többen, hogy hát bizony azért lassan kezdi beérni majd a rokót is így minőségbe, meg hát hozzá kell tenni, hogy árban sem szállt el annyira, mint mondjuk amennyire elszállt az utóbbi időben az NME, az Acme, vagy más egyéb gyártók. Abszolút még a megfizethető kategóriát képviseli szerintem a Picó mostanában ezekkel az expert szériás kis kocsikkal. Ez a jármű, ez a Liszt Ferenc Eurocitybe fog kerülni. Lesz arról is majd vonatbemutató, nézzétek meg azt is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, jó modellezést, további szép napot mindenkinek!